Én nagyon jól érzem magam a perifériákon, a határ mellett, a széleken, tehát hogy, hogy nekem ez, ez, ez jó hely művészetileg, szellemileg, fizikailag minden téren. De én alapvetően szabadkán nőttem föl. Zentán születtem, de ez de egy szabadkai család, és északbácskai tulajdonképpen. És nagyon érdekes a családunknak a, a történeti emlékezete, mert hogy gyakorlatilag nincs. Vagy nem nagyon van. Tehát, hogy néhány történet az, ami áthagyományozódott, és nagyjából egyébként a. a Trianon környékéről, tehát az első világháború környékéről vannak történetek a családban, de, de, de nincsenek nagy storik. És amikor gondolkodtam azon, hogy mit tudnék én az én családomról mesélni ennek kapcsán, akkor arra jutottam, hogy, hogy mi családunk tulajdonképpen egy olyan tipikus család, aki nem tud nagy történetekkel előállni. Tehát nincsenek nagy szakadások nincsen, félbevágott falu, félbevágott család, nem költöztünk a Trianon következtében, de gyakorlatilag az impériumváltások ott érték a családunkat, ahol voltak. Apai ágon talán kicsit izgalmasabb a történet, nem is Trianon kapcsán, hanem, hanem gyakorlatilag a második világháború, az, ami, ami, meghatározó volt. Tehát 41-ben a nagyapám, akivel nekem személyes kapcsolatom nem nagyon volt, gyerek voltam, amikor, amikor meghalt, meg nem is szabadkán élt. Tehát ő volt az, aki, aki az operában rendeztek egy ünnepséget. Tehát ez a családi legendárium, és ő szavalt ott, tehát egy ilyen visszacsatolták bácskát, vagy, vagy délvidéket, Ünnepségen is ő szavalt ott, és volt egy ilyen újság is, tehát ugye erre, erre így emlékezett a testvére, a nagybátyám. Horti fia, nem, bácska fia köszönti a kormányzót, tehát hogy ennyi ennyi maradt meg. És aztán megérkezett nagyapám a háború után, és nála egy ilyen nagyon, legalábbis a családi legendárium szerint egy nagyon érdekes történet kerekedett ki belőle. Ugyanis őt kicsapták a suliból, mert, mert úgy döntött, hogy ő már, ő már azért komoly ember, mert hát a kormányzó előtt szavalt, tehát hogy gyakorlatilag bármit megtehet, kicsapták, és akkor eldöntötte, hogy akkor reklamál majd Hortinál, hát nyilván. Felmegy Budapestre, és a, a családi sztori pedig az, hogy Szabadkai vasútállomáson felszállt egy vonatra, állítólag véletlenszerűen Norvégiában kötött ki. És hát a Hitlerjugend tagja lett a nagypapa, valahogy. Tehát, hogy azért ilyen éles váltások ezek. Onnan pedig a következő nyom, hogy Párizsban védte valamelyik szajna hídját a szövetséges csapatok ellen. Aztán következő, hogy Angliában hadifogoly, ott megtért és a kommunizmus szellemében jött haza és már nagyon-nagyon vígan építette a Belgrád-Zágráb barátságautópályát, mint ifjú kommunista. Tehát, hogy azért itt vannak, vannak komoly varga betűk. Igazából ez egy ilyen nagy sztori még. De, de, de konkrétan Trianon kapcsán nem őriz történeteket a család, olyannyira nem, hogy hogy azt sem tudtuk pontosan számon tartani, hogy honnan érkeztünk. Tehát Északbácsk az egy ilyen betelepített, Mária Terézia idejében betelepített vidék, és a bajmok az harmadában magyar, harmadában német, harmadában szlovák telepítés volt, ma már elszerbesedett, tehát egy jelentős szerb közösség is élt akkor ott, és annyit, annyit őrzött meg az emlékezet, hogy valahonnan, a felvidékről, trencsény, csap, környékéről, fene tudja, honnan érkeztünk, de hogy még arra sem reflektált a család, hogy ez egy szlovák név a kollár. És ez nálunk fontos egyébként, ez, ez megint áttételesen Trianonhoz kötődik, tehát mi annak tudatában éltünk, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly magyar név. Hát ez egy citya név minimum. Ugye hát ékezettel írjuk két ellen. Ennek a szerb verziója Kollár egy ellen. És bizony, bizony mi hosszú-hosszú generációkra visszanyúló harcot vívtunk ha az elbetűinkért és az ékezeteinkért gyakorlatilag, mert ugye a szerb adminisztráció egyenlel írja. És amikor így kiderült, hogy ez mégiscsak egy szlovák név lenne, nagyon-nagyon gyanús, hogy ez nem nem egy ilyen verecként bejött, nagyon ősi, ősi magyar név, azért az egy kisebb fajta trauma volt így fölfelé a családban, tehát a család idősebb tagjai között. Tehát, hogy ennyire nem működik a, a hagyomány átadása, vagy, vagy hogy milyen érdekes módon azonosul egy egy, egy egy család egy olyan közösséghez tudatilag is, identitás szempontjából, amiben beolvad, az, az szerintem tanulságos. Családomban igenis felvetődött ez a kérdés nagyon élesen, hogy 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 magyar iskolába járnak-e a gyerekeink, magyar tévét nézünk-e, ugye milyen tévét nézünk, kinek szurkolunk, melyik válogatottnak. Ezek, ezek az ilyen erősebb. Leírják-e a nevünket helyesen a hivatalba, vagy nem írják le helyesen. Ha magyarul beszélünk bizonyos helyeken, annak mi a következménye? ez a 90-es években vált élessé, de azért, mint kiderült, a 80-as években is okozott a mindennapokban konfliktust. Tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki meg akarta élni az identitását, és, és, és nem azt mondta, hogy ő most jugoszláv ezzel a kérdéssel nem foglalkozik, mert volt ilyen, akkor, akkor érezte igazán Trianon következményeit a mindennapokban, mint ahogy én is éreztem. Tehát, hogy, hogy ezek nem nagy történetek, hanem, nagyon is mindennapi, apró történetek. kapsz -e egy pofont, diszkóra várva, a buszon, ha magyarul beszélsz, vagy nem, kapsz. Vagy adott esetben igen, vagy le is fejelnek. Ugye ez egy ilyen személyes élmény. Aztán miben van meg ez a, ez a kérdés? A gyerekkorom úgy telt, hogy a szüleim időnként apukám felment a tetőre, édesanyám az udvarról nézte a tévét, és akkor apám fordítgatta az antennát, ami azért most már nagyon fura, és akkor Csávoly és Pécs között vaciláltunk. Hát, ha jobban bejön a tévé maci, ugye, élesebb lesz a kép, és Csávoly az úgy, az úgy közelebb van, de valamiért elromlott néha, és akkor megpróbáltuk Pécset belőni, sose sikerült. Tehát ez egy tökre... és volt még szentes de azt, azt, nem tudom miért nem. Tehát, hogy, hogy ezeket így belőttünk, és visszatértünk Csávolyhoz. És állítgattuk az antennát folyamatosan, és akkor kiabált édesem, hogy még egy kicsit, még egy kicsit, most jó. És akkor most meg kell állni, és akkor ez is például egy nagyon-nagyon apróság, de, és ez egy, nem egy nagy sztori, de jelen van a, az életünkben ez. Ö, tehát ilyen mikroszinteken abszolút szembesültünk vele, szerintem minden család így, így szembesült vele, aztán persze nyilván másoknak biztos, hogy vannak nagy történeteik is. Én azt hiszem, hogy egy ilyen furcsa családban nőttem bele, mert mondom, nálunk fontos volt ez a, ez a kérdés, hogy akkor, akkor mi magyarul beszélünk, magyarok vagyunk lehet, hogy mai itteni szemmel, innen Budapestről 2020-ban ez egy ilyen meldöngető familiának tűnik, az is volt. Egyébként ez nekünk, nekünk egy, egy, egy releváns kérdés volt. Tehát ahogy az antenneink, mi is északfele fordultunk. Egyszer lemértem, 6 kilométerre volt a házunk a magyar határtól, tehát ott Maghetes környékén így a határzónától, a város szélén kertvárosban laktunk, most három kilométerre lakom a határtól Szeged külvárosában, ezt is lemértem a, a nagy térképen. Tehát, hogy volt egy ilyen, ilyen, ilyen nagyon erős Magyarország felé fordulás, hát amikor átköltöztem Magyarországra, vagy elkezdtem a középiskolámba járni, akkor azért árnyalódott a kép, ő találkozol a valósággal, akkor én gyűlöltem Szegedet konkrétan, és akkor fordult a kocka, akkor meg egy ilyen, ilyen nagyon beteges nosztalgiát éreztem szabadka után. És nagyon-nagyon hosszan. És amikor elkezdtem írni, akkor nagyon sokáig ez a vesztesség, tudat, ez a, ez a nosztalgia nagyon-nagyon erősen ott volt. Akkor úgy nem nem volt jó hirtelen annyira Magyarország. Tehát ez egy olyan történeti, szociológiai kontextus volt, amikor nagyon sok vajdasági magyar átköltözött hirtelen Szegedre, ahol az emberek vesztették el a munkájukat a rendszerváltás után, nem volt konfliktusmentes a, dolog, nem nagyon szerettek minket, és ami nagyon érdekes, hogy folyton kiavítottak, mert rosszul beszéltünk, ugye? Tehát, hogy más, egy, egy, ugye egy, mi egy regionális köznyelvet beszélünk, már ugye nekem már úgy, úgy nem hallatszódnak az árt eim annyira, de egyrészt ez egy ilyen marker, másrészt más szavakat használtunk, és akkor az egy ideig furcsa volt, de aztán így szépen besimolt, be belesimoltunk a közegbe, és elmúltak ezek a, ezek a konfliktusok. Hát így viszonyultunk Magyarorsz Magyarországhoz akkor, igen. Én nagyon jól érzem magam a perifériákon, a határ mellett, a széleken, tehát hogy, hogy nekem ez, ez, ez jó hely művészetileg, szellemileg, fizikailag, minden téren. Hát viszont a határ az, azért az egy nem, nem, nem annyira fasz dolog. Szóval, hogy, 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 hogy azt, azt, azért keményen megtapasztaltuk az életünkben, hogy az van fizikailag. És miközben Magyarországon kinyílt a világ, nálunk meg bezárult a világ. Tehát, hogy én, én azt hiszem, hogy egyetemistakorom akkor még nem is tudtam utazni, mert hogy hirtelen elveszítettem a világútlevelemet. Tehát akár Erdélybe, akár Lengyelországba, ha, ha, ha mennem kellett, hosszan és nehezen e, e, tudtam megszerezni a vízumot. Ez egy ilyen tapasztalat. Másrészt hirtelen a határ az egy ilyen kőkemény dolog lett. Azt látom a szüleimen és a szüleink generációján, hogy gyomorgörcs, tehát a mai napig is. Ha át kell jönni hozzánk, akkor az egy ilyen kisebb procedúra, idegesek. Nekem ez így eltűnt, hál' Istennek, de, de bizony az a helyzet, hogy sorakozol, kiszállítanak a buszból vagy a simbuszról, az hóban, fagyban sorba állítanak, áttorják a cuccaidat. Ez, 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 egy ilyen meghatározó élmény. Ki kérdez a vámos, mit vész? Turkál a koszos között, ugye, kollégista cuccok, stb. Ez nagyon keményen meg tudja keseríteni az életedet. De persze izgalmas dolgok is kapcsolódnak ehhez. Én kétszer próbáltam meg cigarettát csempészni, mert hogy, hogy azt mondta a nagynéném, hogy na hát akkor ez a biznisz, hát úgyis jövök, megyek, ott a duty-free shop a két határ között, akkor egyszer sikeresen áthoztam, és a mastéren elbugáztam volna valakinek, aki ott állt, és azt mondta, hogy cigi, 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 én odaadtam neki, ő mondta, hogy mindjárt hozza a pénzt, és azóta is húsz éve hozza. Tehát, hogy ennyire balfasz voltam, tehát, hogy nem ment. Másodszor meg a két határ között próbáltam eldugni a cigit a táskám, amiközben most nézett, tehát elvette. Tehát, hogy a csempész karrierem az, az ennyi volt. Az az igazság, hogy hogy így, így, így mentálisan sem tudom külön választani ezeket a térrészeket. Tehát én gyerekkorom óta úgy éreztem, hogy gyakorlatilag nekem ugye a szülőföldem északbácska, tehát ilyen nagyon szűk közeg így szabadka és környéke, de ami azért egy picit átmegy a határon, tehát a Csikéri, Ásotthalom, nem tudom én, Szeged egy kicsit itt van, tehát ugye ez az otthonosságnak a köre, de már Újvidék nem tartozik oda, tehát az, az valami nagyon-nagyon más, tehát új Újvidék nem. Meg a túl az, az a bánság, az se úgy oké, okay, meg azért a Dunáig sem megyünk el, tehát hogy volt egy ilyen nagyon szűk, ilyen zárt közeg, tehát hogy ez a szülőföld. És a haza, ez ennél sokkal-sokkal tágabb. Tehát, hogy, 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 hogy mindig azt éreztem, hogy nekem Magyarország a hazám, csak az nem egyezik azzal. Tehát abban abba nagyon-nagyon sok minden van. És, és, és nem tudtam szétválasztani ezeket a tereket mentálisan is. Szerintem nem is kell. Viszont idősebbkori tapasztalat, hogy, hogy ezért én, én, én délszláv szerb közegben mindig szorongtam. Tehát a 90-es években azért azért az egy ilyen nagyon erős tapasztalat volt, tudod, hogy háború van, nacionalizmus, mindenkit utálunk, mindenki mindenkit utál, gyűlöl, stb. Tehát, hogy én abban nőttem fel, hogy... És hát fizikailag is fenyegetetnek éreztük magunkat. Viszont, viszont most, hogy öregszem, most már nagyon otthonosan érzem magam a régi Jugoszláviában. Tehát, hogy, hogy az is szétesett, de valahogy úgy érzem, hogy az is ide tartozik. Tehát, ha egy ideig a veszteségről beszéltem, Trianon és a veszteség, azt gondolom, hogy úgy igazságos, ha azt is elmondom, hogy van ennek egy nagyon komoly nyereség hozama ebben a világban. Csak ismerek egy nyelvet, egy kultúrát, az egy dolog, de hogy, hogy Szarajevóban otthon érzem magam, vagy otthonosnak, vagy Szkópiéban ugyanúgy. Tehát, hogy Szlovéniától Makedóniáig, ha tehetjük, megyünk délre, Boszniában nagyon sokat. Éven, hát most nem mehetünk, de hogy évente igyekszünk többször menni. Ugye a feleségem is szabadkai, és és hogy ez nekünk így valahogy otthonos, és jó, és, és, és hogy, 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 ez az oldala is megvan. Illetve az, hogy amikor átkerültem Magyarországra, akkor azért az egy, azért az egy nagyon csábító érzés volt, hogy, hogy, hogy ide sem tartozom igazán. Nem, van egy ilyen nagyon erős idegenség érzet bennem, ami a mai nap is pig is néha meg, megrohan. Tehát, hogy, Vagyok egy magyar városban, magyarországi városban, és azt érzem, hogy semmi közöm ezekhez az emberekhez hirtelen. Megrohan, aztán persze megvan egy nagyon otthonosság érzet, tehát ez ilyen hullámzó, de amikor átkerültem Magyarországra, Azért persze nem csak én, hanem, hanem szerintem az összes többi bácskai diák, vagy vajdasági diák is hivalkottunk azzal, hogy mi mások vagyunk. Más a mentalitásunk, másképp beszélünk, mások vagyunk, más dolgokat ismerünk, vadabbak vagyunk, és akkor ezzel játszottunk is persze. Tehát, hogy hát figyelj, hát nálunk az élőnek az utcán, érted? Tehát, hogy hogy, 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 hogy egy ilyen, 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 ilyen ment ez az arcoskodás, aminek a lényege az, hogy, 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 hogy van egy ilyen másság tapasztalat, ami tulajdonképpen nem is rossz.